Köszöntöm nézőinket, Önök a Lőrinci magazint látják. Ahogy azt korábban már megszokták, a Lőrinci újadásunkat minden héten szombaton délután 5 órától sugározzuk. Bízunk benne, hogy a több hónapos szünet után a nemrég újrainduló téviadást megkedvelik, és továbbra is aktív figyelemmel követik. A március 15 gimnázium és szakközépiskola több éves hagyományaihoz hűen a héten ismét megrendezte a Diákok Napját. A hangulatos esemény ezúttal több új műsorelemet is tartalmazott, de a legnagyobb érdeklődésre számot tartó slágerprogramok továbbra is napirenden maradtak. A fordított napon a diákoké volt a főszerep, mintha csak az időjárás is megérezte volna, hogy ez a nap más, mint a többi, ragyogó tavaszi napsütés kísérte végig a diáknap rendezvényeit. A legfőbb célja egyébként ennek a rendezvénynek az, hogy legyen egy olyan nap, ami konkrétan a diákoknak szól, nem feltétlenül a hagyományos becsöngetnek-kicsöngetnek rendszert alkalmazzuk, és valamiféle olyanféle tevékenységbe vehessenek részt, amit önállóan kell megcsinálniuk, megszervezniük. Hát ha már ilyen pedagógiai célt kell említenem, akkor ez már alapvetően egy ilyen, hogy például a főzés, amit látunk, teljesen önállóan kell megoldaniuk, amit persze mi díjazunk, tehát van is értelme, illetve külön juttatása minden. Hogy hanyadik alkalommal, hát gyakorlatilag ez hagyomány az iskolánkban, mindig így a tavaszi szünet előtt vagy után tartjuk meg ezt a diáknapot, és hát a hagyományos programjaink, bevált programjainkat próbáljuk megvalósítani, és mindig próbálunk egy kicsit újítani is. Mennyit fejlődött az elmúlt évek során ez a rendezvény, mert gondolom, hogy mindig valami plusz dolog került hozzá a gyerekek érdeklődéséhez viszonyítva. Ez természetesen így van, minden évben próbálunk olyan programot szervezni, amire van érdeklődés. Értelem szerint azt is tapasztaljuk, hogy vannak kevésbé népszerű programjaink, és akkor ezek helyett mindig valami újítást találunk ki, valamint hát az iskolánkban próbáljuk azt megvalósítani, azt a pedagógiai elvet, hogy gyakorlatilag bármilyen ötletük van a diákoknak, azt az ő tevékeny részvételükkel támogatjuk és igyekszünk megszervezni. Például, hogy egy példát említsek, a tavaly évben is lehetett lovagolni itt az iskolában, és ebbe az évben felajánlották diákok, hogy vannak, akik szoktak rendszeresen járni lovagolni, és azt is a diákok csinálják. Tehát tulajdonképpen nem csak a főzés, amit látványos, hanem minden egyes program, amit megvalósul, az mindind a diákok ötletén alakul. Például a hagyományos kastély szépe versenyünk is ez évben egy kicsit alkalmazkodva az ő igényeikhez átalakult egy like versenyé, ilyen kicsit ez a Facebookos korszakból jövő ötletként, és most ilyen inkább ilyen, tehát rendesen megcsinálták a gyermekek, gyakorlatilag a tanároknak itt csak, hát úgymond felügyelni kell a programok megszervezését. Hogy milyen újdonságok vannak? Vannak hagyományos programjaink, amelyek évről évre népszerűek maradnak. Ilyen például a tűzoltók, a mentők és a rendőrök bemutatói. Ezt szeretik, a gyerekek kipróbálják, ugye ez nálunk külön fontos, hiszen rendészeti képzés zajlik gimnázium keretén belül, és akkor ilyenkor megfoghatják a bilincset, sőt magukra rakhatják, meg is próbálhatnak kiszabadulni belőle, ha erről van szó. Értelem szerint a foci minden évben viszi a pálmát, mint a legnépszerűbb programunk, ezzel lehet őket leginkább megmozgatni. Voltak kreatív jelentkezők arcfestésre, ezt is diákok csinálják, valamint néhány éve, talán 2 vagy 3 éve kitalált új program lett a póker verseny, szigorúan pénz nélkül, de a póker verseny is évről évre túljelentkezés van rá. Tehát inkább azt nehéz megszervezni, hogy egy-egy ilyen népszerű programra hogyan szervezünk be annyi diákot, hogy beférjenek rá. De hát akkor, ha jól értem, akkor a napnak az igazi célja az egyfajta életre nevelés, mert ha csak a főzést vagy az összes többit veszem alapul, ezek mind olyan dolgok, amik a mindennapi életben is szükségesek, és nem árt, hogyha mondjuk egy ilyenkorú fiatal már tudja ezeket. Igen, hát ha nagyon távolról akarunk nézni a dolgot, és nagyon átfogóan, akkor értelem szerint ebben az iskolában minden, akár az is, hogy a diákok itt figyelnek minket, az életre nevelésnek egy része. Értelem szerint ez is bele tartozik. Például, ha nagyon elméletben kellene gondolkoznom, akkor azt mondom, hogy igen, a csoportban együttműködésre tökéletes gyakorlat ez a főzés. Egyébként ebbe az évben a korábban megnyert támok pályázatnak a projektjeit, a többhetes projektjeit is most arra futtattuk ki, és például ennek a projektnek is egy része, ugye
ott is a diákok találják, hogy mit szeretnének csinálni, és akkor ilyen gasztronómiai projekt készült, és azoknak az osztályoknak, akik részt vettek ebben, azoknak gulyáslevest kellett főzni, azért van ennyi kondér, és tulajdonképpen mindenkinek valami más tájegységet bemutatni. Tehát ha nagyon áttételesen értem én a dolgot, akkor itt tulajdonképpen minden, egészen addig, hogy amikor befejezik a főzést, akkor egy közös szemétszedést rendezünk, ez mind-mind a pedagógia részét képezi. Milyen fellépő művész lesz vendég ezen a napon? Igen, ez egy 3 évvel ezelőtt kitalált ötletünk volt, hogy és az iskolai alapítvány segítségével meg tudjuk valósítani, hogy a diáknapok, hogy valamiféle különlegességet, unikumot nyújtsanak a diákoknak, ezért valamilyen fellépő művészt hívunk. Ezt mindig a diákok választják ki, persze olyat, aki mindenkinek tetszik, ilyen nem létezik a Földön, de mindig más-más kategóriát próbálunk. Voltak színészek, most például a Karácsony Tamása, vagy ismertem nevén Fluor jött el, és ezt is próbáltuk úgy megszervezni, hogy itt nem egy feltételt fog majd énekelni is, de itt nem feltétlenül koncertet ad, hanem egy olyan lehetőséget biztosítunk nekik, hogy találkozzanak, beszélgessenek velük, fényképet készítsenek, amit mondjuk egy másik szabvány, május 1-i műsorom már, bocsánat, ha így közel van ez az ünnepség, nem tehetnek meg, és így próbáljuk nekik emlékezetessé, megismételhetetlenné tenni ezt a napot. Ameddig a kondérokban szép lassan készültek a finomabbnál finomabb incsiklandozó gulyás fantáziák, addig a gyerekek lövészeten, különböző versenyeken mérhették össze tudásukat. Az idén is nagy népszerűségnek örvendett a lovaglás. Milyen érzés fent a lovon? Hát kicsit félelmetes, de jó. Először fordul elő? Nem, tavaly is volt diáknapon ilyen, hogy lóval lehetett menni, aztán tavaly is felültem. És teljesen egyedül vállalkozol arra, hogy mész vele egy kört? Nem, kísérő is van. A programok között mindenki találhatott az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot. Sokan választották a játékokat, de nagy volt a tolongás a tűzoltók, mentők és a rendőrség gyakorlati bemutatói körül is. A modern felszerelések mellett ősi magyar hagyományokat is megismerhettek, így többek között eleink íjászatának rejtelmeit is felfedezhették. Milyen hagyománya van ennek itt ebben az iskolában? Hát az iskolában tavaly hoztam először íjászfelszerelést, akkor is nagyon népszerű volt. Szerencsére az idei év is nagyon sok érdeklődőt vonzott ide, és általában mi is szoktunk egy kis bemutatót tartani, ősmagyarosságról egy kis bemutatót, elmondjuk a hagyományait, eredetét. És ez a felszerelés, ez saját vagy? Saját, mindenképpen. Én 3 éve hagyományozó ilyesz vagyok. És a fiatalok itt a közösségben hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz? Gondolom mindenkinek tetszik, de amikor kipróbálja, akkor rájön, hogy ez talán nem is olyan könnyű, mint ami ennek elsőre látszik, gondolom én. Igen, nem olyan könnyű, mert vannak bizonyos feltételek, természetesen a tartás, a célzással kapcsolatban is. Mennyit kell nekünk tanulni ahhoz, hogy mondjuk el tudjunk ejteni egy vadat vacsorára, hogyha mondjuk visszamennénk pár száz évet az időben? Hát ez mindenképpen tehetség kell, illetve szerencse, mert hát a vacsorának jönnie kell. Kérem, hogy mutassa be nekünk ezt a gyönyörű szép íjat, hogy mitől különleges ez, mit tud ő? Ez egy hagyományos ős magyar íj, lehet látni a formáján is. Ez egy visszacsapó íj nevezetű, mert amikor kihúzzuk, lövünk, azonnal visszahúzza. És minél jobban kihúzzuk, annál jobb erőt tudunk kifejteni vele. Milyen távolságra hatékony ez az így? Ez olyan 30-40 méterre. Mert ez egy ilyen 35 fontos így. Megkérhetjük, hogy lőjön nekünk egy teli találatot? Hát, megpróbálom, mert már régen ijászkodtam, meg volt egy kis sérülésem is, de megpróbálok. A programok alaposan kimerítették a diákokat, így aztán a nap végére kiürültek a bográcsok, véget vetettek a zenének, és hazamentek a leányok és a legények. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola az idén egy egész hetes rendezvénysorozattal ünnepelte a Földnapját. A kezdeményezés szoros részét képezi az intézmény széles spektrumú oktatási, nevelési tevékenységének. A tanárok, diákok környezetük megóvásának fontosságára hívták fel a figyelmet ezúttal is. A mindennapokból kiemelkedett ez a hét,
hiszen látványos divatprezentációt is szerveztek, amelyen újrahasznosítható anyagokból megálmodott ruhakreációkat mutattak be. Tavaly a TÁMOP 3.1.4-es pályázat keretében belül csináltuk meg először, és az 5 év fenntartatóság keretében ebben az évben is megrendeztük ezt. Szeretnénk a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy védjék a környezetet, szeretnénk felhívni a figyelmüket a hulladék újrahasznosításra, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre, és ők gyerekként hogyan tudnak vigyázni a környezetükre, illetve mi az, amit ők tehetnek annak érdekében, hogy megóvják a környezetüket és megvédjék földet, ahol élünk. Igen, nagy népszerűségnek örvendett ez a mostani divat bemutató, ami egészen elképesztő anyagokból készült ruhákat tartalmazott. Igen, ezt most először csináltuk, azért igyekszünk minden évben új programelemeket is beépíteni a témaétbe, és éppen ezért ez most egy első kezdeményezés volt, hát reméljük, hogy tetszett a gyerekeknek is, hogy jövőre egyre többen beöltöznek, és valóban amit meghirdettünk, hogy újra hasznosítható anyagokból készítsenek ruhát, hogy valóban abból fogják majd elkészíteni. A mindennapokban mit tapasztalnak, hogy egy-egy ilyen akciónak, egy-egy ilyen rendezvénynek mekkora hatása van arra, hogy tényleg nem dobják el a szemetet, tényleg fölveszik és berakják a kukába, vagy a szelektív hulladékgyűjtést végzik? Úgy gondolom, hogy mi az iskolában ezért nagyon sokat teszünk, és volt időszak, amikor azt tapasztaltuk, hogy az iskola épület előtt, az utcai fronton nagyon sok papírhulladék volt eldobálva. Aztán bevezettük azt, hogy minden nap egy-egy osztály vállalt és összeszedték a szemetet, és érdekes módon eljutottunk odáig, hogy az iskola előtt már nincs szemét, tehát a gyerekek nem dobják ki. Sajnos, ami van szemét, az egyéb járókelők dobálják el. Ugyanezt csináljuk az iskolaudvaron is, és egyre kevesebb szemetet dobnak el a gyerekek, hiszen tudják, hogy ha eldobálják, akkor amikor ők az ügyeletes osztály, nekik kell összeszedni, és azt nem nagyon szeretik, hogyha más után szedik a szemetet. Éppen ezért törekednek arra, hogy minél kevesebben dobálják el az iskola területén a szemetet. Sajnos jó volna, hogyha ezt bárhol a város területén is így tennék. Néhányan nem így teszik, mi magunk is tapasztaljuk. De azért a gyerekek segítenek ebben, hogy egy idő után azért ez a gondolkodásmód át fog alakulni. Igen, bízunk benne, és azért csináljuk az egészet, és reméljük, hogy előbb-utóbb eredményt érünk el. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is meg lehet fogni, őket is lehet ösztönözni arra, hogy anya, te se dobd el a papírzsebkendőt, vagy apa, ott a kuka, a csikket, oda dobjuk már bele. Bízunk benne. És abban leginkább, hogyha ők felnőttek lesznek, akkor majd erre odafigyelnek felnőttként. Az iskolában jövőre még több jelentkezőre számítanak, akik a profi manökeneket meghazudtoló módon vonulnak fel az iskolai divatkifutón legújabb, fantáziadús ruhakölteményeikkel. 30 éves a Lőrinci Városi Zeneiskola. A jubileumot koncerttel ünnepelték, ahol felléptek az intézmény jelenlegi és volt tanárai, növendékei, valamint meghívott vendégművészek is szórakoztatták az ünneplőket. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Lőrinci Városi Zeneiskola. A jubileumi koncerten az intézmény jelenlegi és volt tanárai, növendékei, valamint meghívott vendégművészek szórakoztatták az ünneplőket. Thank you.
pedagógusok minden erejükkel azon vannak, hogy a lőrinciben élők büszkék lehessenek az ott tanulók eredményeire, sikereire. Jelenleg szintetizátor, zongora, hegedű, gitár, furúja, fúvola és klarinétszakon tanulhatnak a 6-22 év közötti fiatalok. Nagyon szép sikereket érnek el a gyerekeink, megyei első helyezett, megyei második helyezettünk van ebben a tanévben, és egy harmadik helyezett fiúcska is. Az intézmény eredményességét mutatja, hogy több ismert ember is ott tanult és lépett utána zenei pályára. Az első zeneiskolás növendékek közül, akik zenei pályára mentek, Vargáné Tari Aranka volt az első, aki zenésznek ment, és ő később nagyon sokáig itt tanított a zeneiskolában, és Kelemen Attila, aki szintén itt tanított a zeneiskolában, és 15 évig volt az iskola igazgatója is. Víg Zoltán, a város polgármestere is fontosnak tartja a gyermekek zenére, kultúrára való oktatását. Nagyon sok a gyerek, aki a zeneiskolában a művészeti oktatást tanulja, és én úgy gondolom, hogy a mai életben a kultúrára, a művészetre mindenféleképpen szükség van, és oktatni kell a gyerekeinket. Bár az intézmény működéséhez jelentős összeget kell biztosítani a város költségvetéséből, a település vezetése kiemelt feladatának tekinti, hogy fenntartsa az intézményt.
Önök a 60 Televízió adásában a Lőrinci magazint látták. Mai műsorunk véget ért. Az ismétlések időpontját megtalálják a Képújságban és a Lőrinci hírportálon. Új Lőrinci műsorral legközelebb tehát jövő szombaton várjuk Önöket, de bízunk benne, hogy addig is figyelemmel kísérik a 60 Televízió adását, hiszen itt Lőrinciben hétfőtől minden hétköznap este 7-től híradóval, azaz friss hírekkel várjuk Önöket is. Írjanak nekünk, mondják el ötleteiket, javaslataikat, véleményüket. E-mail címünk a következő: info@media60.hu, posta címünk Media60 Kft. 3060 Madách Imre utca 12, de nekünk szánt leveleiket eljuttathatják az önkormányzat sajtófőnökének a Lőrinci polgármesteri hivatalba is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!